Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, a mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 226-os énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Szent Áldozat bemutatásának kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő testvéreimet itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és mindnyájatokat otthonotokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtak be a Szent Mise ünneplésébe. Az adakozó kérésének megfelelően a Szent Mise szándéka a Molnár és Torma család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Külön kérésre imáinkba foglaljuk élő Balázs testvérünket számára a szűzanya segítségét kérve. Imádsággal emlékezünk elhunyt Hog Gyula testvérünkre is, akinek ma 91. születésnapja lenne, illetve évfordulója van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó noma mindenható Istennek, és nektek testvéreinek, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, ami Urunk Jézus Krisztus, te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. 100 esztendős volt Ábrahám, midőn fia Izsák megszületett. Amint a gyermek megnőtt, elválasztották, és elválasztása napján Ábrahám nagy lakomát rendezett. Amikor azonban Sára látta, hogy az egyiptomi Hágár fia ingerkedik Izsákkal, az ő fiával, azt követelte Ábrahámtól. Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt,
mert nem fog örökölni egy szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Nagyon nehezére esett a dolog Ábrahámnak, hiszen a fiáról volt szó, de az Isten bátorította. Ne bánkódj a fiad és a szolgálód miatt, hanem amit Sára mond, hallgassa szavára, mert azokat fogják a te utódaidnak nevezni, akik Izsáktól származnak. De azért a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő is a te utódod. Ábrahám tehát jókor reggel fölkelt, vett egy kenyeret meg egy tömlő vizet, föltette Hágár vállára, odaadta neki a gyermeket is, aztán elbocsátotta. Az pedig elment, és mindenfelé bolyongott Bersabé pusztájában. Amikor a tömlőből kifogyott a víz, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban. Azt gondolta ugyanis, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De az Isten meghallotta a gyermek hangját, az Úr angyala pedig szólította Hágárt az égből. Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta az Isten a gyermek hangját arról a helyről, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket, és vigyázz rá, mert nagy néppé teszem. Majd az Isten megnyitotta Hágár szemét, mire az meglátott egy vízforrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt, és megitatta a gyermeket. Isten pedig vele volt a fiúval, az felnövekedett, a pusztában lakott, és íjász lett belőle. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Isten lelkedre. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő, már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek, mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket. Mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Az ige hirdetésben mindig kerüljük
a politikai gondolatoknak még a gyanúját is, illetve valami aktuál politikai elemzést, de a mai első olvasmány mégiscsak a Biblia ismeretünkre utalva megkívánja tőlünk azt a tudatot, azt az ismeretet, ami Ábrahám két asszonyának és az ő fiúknak esetében mind a mai napig hatással van és érvényben van. Amikor a természetes feleségétől, Sárától Ábrahámnak nem volt gyermeke, akkor jogi értelemben születhetett annak szolgálójától gyermeke, akit magának ismerte el és magáinak fogadhatott. Így volt ez Hágár esetében, aki fiút szült Ábrahámnak. De aztán tudjuk, és mint említettem, mindig szemléljük is itt a templomban, a jobboldali mozaikon az Ábrahám jelenetet, amikor megtudja Ábrahám a három férfitől, angyaltól, vagyis az Úrtól, hogy fia fog születni, miként ezt a mai olvasmány elmondta. 100 éves korában Ábrahámnak megszületett a törvényes gyermeke feleségétől, Sárától. Hallottunk arról is az olvasmányban, hogy féltékenység alakult ki, és Sára az ő fiát tartotta nyilvánvalóan az ígéretek örökösének, és ezt az Úr meg is erősítette. Az ígéretek, amelyeket Ábrahámnak adott, azok Izsákon keresztül folytatódnak és teljesednek be. Ábrahám elbocsátotta fiával együtt Hágárt, a szolgálóját, aki életveszélybe került, hiszen majdnem szomjan haltak, de az Úr angyala és az Úr akarata megmentette mind az anyát, mind a gyermeket, és az ígéret részükre is elhangzott, hogy ettől a fiútól is nagy nép fog származni. Egy bibliai feszültség, féltékenység családi okokra visszavezethető feszültségek, amelyek szerepelnek tehát a Szentírás leírásában. És tudjuk jól, hogy mind a mai napig hatással van ez a korunk történelmére is, hiszen a választott nép Izsák által bontakozott ki és lett nagy néppé, de Hágár fiától egy másik nagy népcsoport származtatja magát, mégpedig az araboknak a közössége és az ő hozzájuk kapcsolódó, ma muszlim vallásként említett vallási közösség. És bizony látjuk a történelemben is, napjainkban is, hogy a feszültségek, nézeteltérések sokszor nem akarnak alább hagyni, újabb és újabb feszültségek keletkeznek olyan népek között, amelyek mindkét oldalról ősatyuknak Ábrahámot tartják. Ezt azért említettem, mert bibliai történet, és ha már ez volt ma az olvasmány, akkor kössük össze azzal a történelmi ténnyel, vagy legalábbis mai ismereteink szerinti állításokkal és hagyományokkal, amelyek igazolják, hogy Ábrahámtól két nagy népcsoport származik. Ezen felül azonban inkább most személyes irányba kell terelnünk a figyelmet a mai olvasmány kapcsán, és arra kell rádöbbennünk, hogy
akit a Jóisten kiválaszt, azt meg is oltalmazza, és amire kiválaszt az Úr, ahhoz megadja az ő segítségét. Hágár esetében is ezt fedezhetjük föl, és így van ez minden ember életében, mindannyian megkapjuk a kiválasztottságunkat, megkapjuk az élethivatásunkat az Úrtól, és bíznunk kell abban, sőt hinnünk kell abban, hogy az Úr megadja mindazt, amire szükségünk van, hogy betöltsük ezt a hivatást. Természetesen ezt el kell fogadni, ezért erőfeszítéseket kell tennünk, követnünk kell Isten szándékait, de az Úr oltalma az mindenki számára biztonságot ad, és mindenki elnyerheti ezt az égi segítséget, hogyha bízik az Úrban. Gondoljunk ma erre az első olvasmány kapcsán, de figyeljünk az evangélium szavára is, mely ugyancsak megerősíti azt a tényt, hogy az Isten fiának hatalma van a rossz fölött, ő tud parancsolni a gonosznak, tehát azoknak a szellemi erőknek, akik el akarják téríteni az embert az engedelmességtől, a hűségtől, a hivatása betöltésétől. Jézus megadja kegyelmét ahhoz, hogy megmaradjunk a számunkra kiszabott úton, irányban, és keresztényként megmaradjunk végső célunk követésében és annak elérésében. Legyen velünk továbbra is az Úr, keressük útmutatását, fogadjuk el oltalmát. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy az emberi élet szövevényei mögött meglássuk a gondviselő Atya jóságát, és egész életünkkel rá tudjunk hagyatkozni. Add, Urunk, hogy imádással és hálaadással fogadjuk rendeléseidet. Add, hogy hűségünkért alkalmasak legyünk ígéretei teljesítésére. Add, hogy elkerüljön bennünket minden veszedelem és rossz szándék. Add, hogy lelkünk mélyéről szeretetből fakadjon hivatásunk. Add, Urunk, hogy a jövendő kibontakozásunk országot dicsőségébe vezessen minket. Add, hogy Balázs testvérünk a szűzanya oltalmával mindig elnyerje kegyelmed ajándékait. Áld meg, Urunk, azokat a családtagokat, élő közösséget, akikért a Szent Misét most fölajánljuk. Jóságos mennyei Atyánk, a Te a téged szeretőknek mindentől javukra fordítasz. Kérünk, kegyelmed erejével formálj bennünket, hogy ne az emberi okoskodás, hanem a gondviselésedre való ráhagyatkozás irányítson minket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 226-os éneket. Jézus, 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 Jéz
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges Atyánk, mennek és földnek Ura, Krisztus, a mi Urunk által. Te igéd által teremtetted a világot, és mindent méltányosan elrendeztél. Testélet igédet közvetítőnkül adtad, ki elmondta nekünk szavaidat, és követésére meghívott minket. Ő az út, aki elvezet hozzád, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. Neved dicsőségére alkotott embereket, fiad által, az ő kereszten kiontott vérével megváltottad, és a Szentlélek pecsétjével megjelölteket egyetlen családban egyesítetted. Ezért most az egészen a világ végéig az összes angyallal együtt a te dicsőségedet hirdetjük, és örömmel ünnepelve zengjük. Szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas Atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hitet vallunk veled támadásra.
amik ellen jössz. Megemlékezünk tehát, Szent Atyánk, Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve, mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeinkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban, hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a Te országod útján. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, a Molnár és a Torma család elhunyt tagjairól, akikért a Szentmisét bemutatjuk. Emlékezzél meg születési évfordulóján elhunyt Gyula testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Testvéreim, most a 126-os éneket fogjuk énekelni.
Kedves testvéreim, a lelki áldozás imája, ima közösséget teremt azokkal a testvéreinkkel, akik otthonaikban imádkoznak most velünk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk, és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A boldogságos Szűzanyát kérjük oltalmul, hogy mindig helyesen töltsük be élethivatásunkat, és a mennyei utat járjuk, ahová ő már felvétetett a mennyei dicsőségbe. Így gondolunk rá a 168-as éneknek az első és a második verszakával. Most mindnyájatokra a Jóisten áldását kérem, a jelenlévő gazdagléti testvéreimre, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hál. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,